Sziasztok, üdvözlök mindenkit, én Pahár Balázs vagyok, és köszöntök mindenkit a legújabb videónkban, viszont mielőtt belevágnánk a videó témájába, együtt el kell mennünk valahova. Hozzánk is? Aha. Nagyon jó. Remélem mindenkinek csoda szép napja van. Majd ne látszódjon a logó, és most keresnünk kell egy játékboltot. Egyre melegebb a szint. Itt is vagyunk a játékboltnál, menjünk be, és keresnünk kell egy földgömböt. Ott fent is vannak. Melyik méret legyen amúgy? Közepes a... Nagyon jó. Mennyibe kerül? 19 ezer. Kiküldtek minket, mert itt nem lehet videózni. Megvettük a földgömböt, és a boltba találkozunk. 2 perc és érkezik a Béla, a taxisofőr. Meg is jöttünk. Sorry, we are closed. Na, hát bizonyára gondolom titeket is érdekel, hogy miért vettünk egy földgömböt. Most a következő fog történni. Megpörgetem ezt a földgömböt, és nézzük meg, hogy hol áll meg az ujjam. Tak. Tesó. Látod ezt? Aha. Ez azt jelenti, hogy irány Franciaország, és megvesszük az általatok választott több milliós cipőt. Ha már kipörgettük Franciaországot, akkor irány repjegyet és szállást foglalni. Meg is van, megjött a visszaigazoló e-mail, repjegy már van. Nézzünk egy szállást, de ahogy látom, az itt nagyon drágák. Lehet garzon lesz a vége? A metróba lefeksz a izére. Látod, Levi? Ezt intéztem. Így fogom venni. Mint egy nyilas. Hogy tényleg legyen már rá. Oké, jó tehetek. Majd fejen akar állni, úgy akar elköszönni. Na, lássuk! De szeretem! Szia, tesám! Jó lesz, tesó. Nagyon. Kíváncsi vagyok amúgy, hogy milyen lesz Párizs, ahogy látom. Most érkezünk meg Feri egyre. Egyes vagy kettes terminál? 2B. 2B? Ha? King of Cups, he comes up right. Always, all days, all nights, sing do-wah. Na most becsekkolunk. Lehet, hogy lesz egy kis probléma a jegyünkkel, de szerintem meg lesz, és aztán akkor irány a felszállópálya. Át is jutottunk security check-en, és most el fogom mondani, hogy igazából miért is megyünk ki. De előbb üljünk lenni, és ott részletesen kitárgyaljuk. Itt is vagyunk már a reptéren, itt falatozunk egy jót, és el is mondanám ennek a videónak a lényegét, illetve ennek az egész sorozatnak a lényegét. Elindítunk egy teljesen új sorozatot, nagyjából 1,5-2 havonta, mindig más országba fogunk elmenni, és megveszünk egy nagyon durva cipőt. Ebbe az adásba a Balázs Kicsz történelmében a legdrágább cipőt fogjuk megvenni. Párizsba megérkezünk, találkozunk az eladóval, átnézzük a cipőt, és igazából itt követhetitek, hogy tényleg hogy zajlik ez a dolog. Szerettem volna tényleg egy ilyen videót, hogy így betekintést nyertek, amikor cipőt veszek, illetve amikor utazunk, illetve tényleg egy ilyen személyesebb kis dolog. Úgy zárójelben megjegyezném, ugye ezt a cipőt fogjuk most megvásárolni Franciaországba. Ezt ugye én kiraktam egy Insta képet, és ti szavaztátok meg, a legtöbb komment arra jött, hogy ezt a cipőt vásároljuk meg. Ez tényleg most a piacon az egyik legdrágább, legikonikusabb cipő, ugye itt a Dior és a Nike állt össze, és kiadtak tényleg egy nagyon különleges cipőt. Ugye tök érdekes, mert ritkán van ilyen, hogy egy designer márka, egy luxus márka összeáll a Nike-val, és ebben a videóban el fogtok kísérni engem. Befejezem a kedvenc kis salátám, Cézár saláta, ti is egyetek egészségesen. Szóval irány Franciaország, nagyon jó lesz, sziasztok! New cards, new deck, new life. King of Cups, he comes up right. Always, all days, all nights. Itt vagyunk az A25-ös kapunál. Képzeljétek el, most kicsit meg fogjuk viccelni, prankelni a srácokat, akik most a boltban vannak. Fel fogjuk hívni őket, hogy nem tudtunk becsekolni, és kíváncsi vagyok, mi lesz a reakciójuk. Hallasz, tesi? Vágod, jövünk vissza. Miért? Mi a Mert nem tudtunk becsekkolni. Mi
mert 13 óra 40-ig lehetett volna, és most értünk ide. Nem, komolyan. Ez jó, amúgy csak viccelek, a sok videó miatt hívtunk fel, mit reagálsz. Gondoltam, hogy én tudtam, hogy bárkó belencsekkel. Most parkolták ide a kis jószágot, aztán ja. Balázs Kicks Matrica a helyén? Igen. Úristen, meg azt nem hoztam. Ez egy olyan magángép, amin sokan vannak. King of Cubs, he comes up right. Always, all days, all nights, sing do I do I do. Szevasztok! Hallod, nem hallok a Balosra. Milyen utad volt? Nagyon jó, neked? Nekem k***vászár! Na, itt kapjunk el egy vonatot. Le is szálltunk. Hívott most a futár otthon, még Budapesten, hogy eltévedt. Sőt, rossz helyre adta rá a csomagot. Most meg várjuk a busz, amiben visz Párizsba, a fővárosba, és aztán folytatjuk. A legdurvább az az egészben, hogy aki eladja nekem, az se francia. Ez nem francia, hanem Görögországból ide utazik csak emiatt, hogy itt tudjunk találkozni. És átadni, illetve én meg neki kifizetni a cipőt. Mekkora? Szóval ez egy ilyen gigászi találkozó lesz. Kicsit izgulok, mert ez lesz eddig valaha a legdrágább cipő, amit vettem. De először ne rohanjunk ennyire előre, mert egyrészt el kell érni a szállást, kettő pedig azért át kell vizsgálni a cipőt nyilván, hogy eredeti, és a többi. Ki kell fizetni, addig még azért sok bökkenő lehet, de reméljük, hogy rendben lesz. Egy dolog van még most, meg kell keresnünk a szállást. Most érzem először, hogy ez tényleg kicsit olyan, mint Párizs. Keresünk meg gyors a szállást. Na, meg is érkeztünk a szállásra. Letuccolunk. Eszünk egy jót. Ezt a kis kártyával mindet végig kell tippelnem. Egyből nulla. Oé! Megvan. Hallottad ezt a kattanást? Hallottam, tosó menni. Jújjúj. De jó gyerek vagy. Amúgy jó az idő. Tényleg jó, viszont menjünk kajálni. Menjünk, tosó. Na, kajáltunk egyet, most visszaértünk a szállásra, már jó késő van, lefekszem, és holnap egy óriási nap lesz, ha minden jól megy. Jóit. Na, jó reggelt mindenkinek. Ma van a nagy nap, most keltem, nagyon jól aludtam, és irány megvenni több millió életcipőt. Na, leszálltunk a lányok. Sorry! Na, leszálltunk a lányokra, és keresünk egy buszt. Mindig jobb lábbal. Na, itt is vagyunk a buszon. Érdekes, hogy még soha nem jártam Párizsba, de gyönyörű. Rengeteg Jordant látok, amúgy nagyon sok New Balance-ot. Ebből többfajta modellt. DPD, hozzánk piros jár. De jól számolom ott az embereket, a Balázs Húszban nagyobb sor áll nyitásnál. Gyertek! Srácok, nézzétek! Gyönyörű. Mindjárt ott vagyunk. Na, ha minden jól megy, akkor fél óra, 40 percen belül itt lesz a srác. Most fogunk átmenni az átvilágításon. Ennyire még amúgy, ennyire még életben motoztak el. Na, most megyünk fel az első emeletre, és hogy hű legyek magamhoz, nem csak az, hogy Párizsba veszem át ezt a cipőt, hanem akkor adjuk meg a módját, és az Eiffel toronyban fogom átvenni. Menjünk fel! Itt is vagyunk az Eiffel torony első megállójában, első emeletén. Nagyjából azt írta a srác, az eladó, úgy hívják, hogy Demokritos, hogy fél órán belül itt lesz. Most, ameddig viszont itt várjuk, addig felmegyünk az Eiffel-torony csúcsára, hiszen a csúcson kell abba hagyni. Na, itt is vagyunk az egyik pontján az Eiffel-toronynak, ezt most ki fogom tűzni ide.
Várunk mindenkit, várok mindenkit. Ennyi. Végigálltuk a sort, most ezzel meddig felmegyünk a toronyba. Gyönyörű táj. Nagyon gyorsan megyünk fel, 120 métert aztán. Kitériszonyos, ez ne jöjjön szerintem. Ez pedig a párizsi útunk csúcspontja és csúcsa, de ezen kívül még az lesz a csúcspont, mivel most ért az eladó, és megvesszük a cipőt. We will be at here in the coffee store, okay? I will wait here. Bye-bye. Na, itt is vagyunk. Ebben a gyönyörű szép kávézóban az Eiffel torony első emeletén, és most van a videó csúcspontja. Most hívott Demokritos, az eladó, aki Görögországból ezért utazott ide, hogy átadja a cipőt. Szóval várunk még 3 percet, és állítólag akkor fog most ide érni. What did you brought? Yours. Good. Can I check? Yeah, of course. You know we traveled to here because of this shoe? Yeah, of course. And thank you for coming here. You're from Greece, right? Yeah. So. Wow. Very good. It's brand new, right? Yeah. What size? 8.5. 8.5. In Hungary there's no shoe like this. Yeah. So it will be the first, especially in our store. So yeah. Nice. And it's also number 1110. Yeah. It's a good number. Úgy van, hogy ebből a cipőből 8500 darabot gyártottak az egész világon, és ez a szám, ami most ugye ki fog kerülni hozzánk a boltba, az 1110-es lesz. Szidarakom. We're gonna start a new series in YouTube. We're gonna go to several countries and cities, and we're gonna buy expensive shoes and stuff like this. And this is the first episode, and you are the first seller who sold this shoe. So we... And I really appreciate it that you come into here. Yes. A szag nagyon fontos. Icy souls, nézzétek milyen átlátszó a talpa. Really good. A cipőz még amúgy nagyon sok ilyen kis apró dolog jár, ilyen kis kiegészítő jár hozzá. Két ilyen porzsák, ezt gyorsan megmutatom így részletesen. Jár hozzá egy ilyen. Ezt rá tudjuk akasztani, hogyha szeretnénk. Nagyon kis szép. Két talbetét. What is this girl? It's for this. Oh, yes. You can just... Még annak is van táska. Yeah, plusz fűző, aminek a vége ilyen ezüst, ezen is rajta van, hogy Dior. És ez egy elképesztő cipő, tényleg mindenki jöjjön a boltba és nézze meg, mert tényleg gyönyörű, olyan szép kis részletek vannak rajta. Hogy tényleg hát csak 8500 darab készült a világon, ugye az 1110-es most a miénk. Na, átnéztük, most egy kis idő eltelt, itt átnéztük, lefotóztuk a cipőt, elküldtem, tényleg akik még rajtam kívül is nagyon értenek hozzá. Illetve nyilván én is átnéztem. Biztos, hogy eredeti, ugye megvan az eredeti számlája, meg minden, és most pedig már nincs más hátra, mint kifizetem a cipőt. So bro, I'm gonna pay you. Of course. Right now. Revolut is good? Yeah. Gyorsan belépünk a Revolutba. Ugye ez a cipő 5 millió forintba fog kerülni. 13.500 euróba is az 5 millió forint. I will convert hoof to euro, okay? I will pay it right now, okay? Ha ezt most megnyomom, átutalódik a pénz, és egy sikeres üzleti utat zártunk itt Franciaországban, amúgy nem csak emiatt volt tök jó, illetve nem csak emiatt tök jó, hanem tényleg ez egy gyönyörű város, na mindegy. És elutaltuk. Already arrived. Really good. Thank you. Of course. It was a huge experience. Yeah. And thank you. Look forward to more business with you. Yeah. Maybe the next episode we're gonna go to Athens because he is from Athens. So, but thank you for coming. It was a pleasure. Sure, yeah. And I love this shoe. It was my dream. So yeah. Have a nice day. Megyünk vissza. Bekötöm őt. Most lejöttünk az Eiffel toronyból, megvan a cipő, minden jó. Most viszont itt vagyunk a Franciaország egyik legikonikusabb helyén, a Louvre Múzeumnál, ahol többek között megtalálható a Mona Lisa kép is. Menjünk be. Arra van a bejárat, gyorsan veszünk egy jegyet. Ja, bocsánat, itt nem kell jegyet venni, mert ha 26 év alatti az ember, akkor ingyen bemehet. Most fogunk bevenni a Mona Lisához. Thank you so much. Nagyon nagy volt a sor, ide jöttünk, kivártuk. Egyszer érdemes megnézni, nagyon aranyosan mosolyog a hölgy. Ezt a csodát is megnéztük. A Louvre-ból azért nem videóztunk, mert ott tényleg azzal voltunk elfoglalva, hogy megnézzük a kiállítást. Viszont most megindulás a reptére és irány haza a Budapest.
két órával később. Hiszem, mert halljátok, lekéstük az utolsó buszt, ami vitt volna minket vissza a reptérre. Még így sem biztos, hogy elérjük a járatot, viszont most mindegy, akkor hívtunk egy taxit, ami túl sokért kivisz minket a másfél-két órára való reptérre. Megjöttünk, elértük a gépet. Szóval most már nincs más hátra, mint megvárni, hogy megérkezzen, felszálljunk rá és irány Budapest. A cipő pedig itt van, épségben, egészségben, szeretetben, és reméljük, hogy egy hűtás lesz hazáig. Itt a gép, elértük, és Budapest. Na és hát srácok, mint látjátok, itt vagyunk Budapesten, ennyi az idő, hajnali 2 óra 14 perc, kicsit elfáradtunk, elértük a gépet, elég nagy árat fizettünk, érte, de megvolt. És megvan a cipő, amiért kimentünk. Szóval most már csak egy dolog hiányzik, bemegyünk a boltba, kibontjuk, és betesszük a vitrínbe. És nézzük meg, hogy még mindig ugyanez a cipő van benne. Első pillanatok a boltba, tegyük is ki a vitrínbe, a jó megérdemelt vitrínbe. Mint látjátok, már itt is van a cipő. Hosszú út volt, fáradalmas út, de megérkeztünk Franciaországból. Köszönetet szeretnék mondani most elsősorban Demokritosnak, az eladónak, másodszorban a kollégáknak, hogy a boltot ugyanúgy felügyelték és tudott működni az üzlet, illetve a kedves operatőrnek, Levinek. Nagyon köszönöm, és írjátok meg kommentben, hogy legközelebb melyik országba utazzunk el. Nem is húznám tovább a szót, én Pahár Balázs voltam itt hajnali 2-kor. Nagyon köszönöm, hogy megnéztétek ezt a videót, és sziasztok, jó éjszakát mindenkinek!